Most lehet engem megkövezni, amiért a fél száz éves zsigulit Tesla alkatrészből javítom meg! A rozsda potyog bele a szemembe! Légy szíves, ne röhögj az Armánin! Mindenkinek kell egy jó munkásruha! Tévedtem. Ebből az utángyártott nem jobb. Képzeld el, hogy rendszer szinten itt a környező utcánkban sehol nincs áram. Eonos karbantartás van, ilyen majdnem 8 óra hosszáig, úgyhogy muszáj vagyok minden olyat használni, ami elemes. Ilyenkor jössz rá, hogy mennyire függsz az áramtól, meg a szolgáltatóktól. Áramhiány ide vagy oda, tudok attól én még matatni. A taxi emblémán kezdtem el melózni. Keresek valami olyan cuccot, amivel azt az üveget tudnám helyettesíteni. Erről beszélek, gyárilag üveg volt, és akkor egy ilyen sárga matrica van rajta, hogy ezt mivel tudnám kiváltani. Én rengeteg mindent félretettem annak idején, ilyen plexi, meg műanyag dolgokat. Az első verzió... Mindig mindent elrakok. Na nézd, ez a hátsó lámpaféle plexi. Ez egy ilyen törött darab volt, amit aztán nem használtam fel semmire. Még a fólia is rajta van, de ez fekete. Ez nem jó. Úgyhogy... ott van! Ez valaminek a csomagolása, de félretettem, mert átlátszó, és még sose lehet tudni, hogy mire lesz jó. Szerintem, oda néz, ez méretileg teljesen jó lenne, ebből a hátsó oldalból ki tudnám vágni, de nem olyan merev. Ez hát gyakorlatilag olyan, mint a papír, ez ilyen laminált fóliaszerű valami. Találtam ennél jobbat. Így közlekedek, mint valami ideglelés videóban. Ez egy másik polc, ilyen maradékos. Nézd, valami kábelek vannak itt. Ó, ez Challenger fékcső. Ez tiszta új eladó. Izzó, mit tudom én. És ez a cucc, ez nagyon régi. Valami használt autóval érkezett annak idején, a rajta lévő koszból ítélve, ez lehet vagy 4-5 éves. Egy olyan vigyó, amit a használt autók ablakába kiszoktak akasztani, ez fölhajtott, beteszel ide egy A4-es papírt, és akkor ki van nyomtatva szépen az autó típusa, extrái, meg a csili óka, mennyiért adják a kocsit. Ez a része... kemény, átlátszó, és annyira nincs is összekarcolva, tökéletes alany a taxi üveg helyett. Mert nézd, ezt most kell, leszedem róla ezt a felhajtós dolgot, alatta egész szép. Az üveg meg nem egyszer, háromszor is ráfér, úgyhogy a két üveget, az első hátsót simán meg tudom belőle csinálni. Ennek a méretre vágását majd azzal a kis kézi masinával kell csinálni, de ahhoz mindenképp áram kell, úgyhogy a sötét oldal most búcsúzik. Sokan csalódtak már az erő sötét oldalában. Na, megszáradva, kicsi gyári lett. Szerintem baromi jól néz ki. Jó lesz a segge is, már csak a vonóhorog van hátra. A vonóhorog off előtt azonban a rendszámtámla rögzíti... Rendszámtámla, hallod? Nem támla, tábla! A vonóhorog off előtt azonban a rendszámtábla rögzítés magas szintű problémáját is meg kell oldani. A rendszám keret verziót azt így elvetettem, egyrészt azért, mert mindenképp kitakarja a zsiguli emblémát, mert ezek a lukak, ezek a mai modell rendszámkereteknek nincsenek jó helyen. Most arra gondoltam, hogy felteszem így, hiszen egy picit retro feeling, ugye régen azok a rendszámok is csavarozva voltak a kocsik hátuljára, sosem volt rendszámkeret a 70-es, 80-as években. Jól néz ki, tehát így kicsit ilyen semlegesebbnek tűnik a hátulja, viszont magát a rendszámot az autón lévő furatok helyén nem tudom, meg nem is szeretném megfúrni, mert nézd, milyen hülye helyre kerülnének. Egy itt a tetejére, a kettő meg ide az aljára, ami annyit jelent, hogy itt kellene fúrnom ebben a fekete sávban. Egyrészt nem fogná meg rendesen a csavar, másrészt meg nagyon csúnyán szétroncsolnám vele a rendszámot, ez nem opció. Így megint körülnéztem a lomis polcon, és mit találtam? Egy műanyag rendszámtartó, nem keret, rendszámtartó, ami megoldja a problémámat, név szerint mondom neked, ez egy Teslának a rendszámtartója. Of course it happened. I think this is a reflection of how, like, just... Oh my god! Most lehet engem megkövezni, amiért a fél száz éves zsigulit
Tesla alkatrészből javítom meg! Ami méretileg szinte pontosan ugyanakkora, mint a fémrendszám, amit rá kívánok rakni, nem áll el a kasznitól, és nem ad neki egy plusz vastagságot, mint az eredeti rendszámkeret. A kaszni furataihoz is sokkal jobban és nyugodtabban tudom illeszteni, nincs annyira a szélén, tehát fel tudom tenni, esztétikailag sem lesz olyan szar, és nem takarja ki a zsiguli emblémát. Dupla előnye is van, egyrészt a fémrendszám nekem tetsző helyen, tehát például itt, és itt, ahol nem zavar bele semmibe, a fehér részen, kettő pici csavarral illeszthető rá, és amíg a műszaki vizsgára előkészítés folyik, tehát nincs rajta vizsga, addig az amerikai méretű kistáblás próbarendszámot is simán rá tudom szerelni. Légy szíves, ne röhögj az Armanin, mindenkinek kell egy jó munkásruha. Mert bizony a vonóhorog melóhoz le kell feküdni a kocsi alá a földre. Hol fogja? Jó, itt van egy csavar, itt van még egy. Ó, annyira be kell mennem! Biztos nem maradjon rajta ez a vonóhorog. De nem akarom nézegetni. Csúnya. Még pókháló az van, itt is rendesen Gyűrűk urát lehetne forgatni. Nem emlékszem erre a helyre. Ide is kell még egy kúcs, mert kontra anyás arratta össze, tehát két anya van. Jó, amikor a rozsda potyog bele a szemembe, utána meg orba vágom magam a kroma fejjel, nagyon jó, imádok szerelni. Most már ez is megindult. Imódjál már. És akkor ide beteszem a krovát egy olyan részre, ahol nem látok semmit, persze. Szerintem nagyjából be van igaz. Te látod? Ja, hát te lát. Mondjuk így jó. Így a kamerán keresztül én is látom. Na. Megvan az anyuka. Most van az, hogy az egy emberes szerelés, amikor itt föl valakinek fogni kéne ezt egy villákulcsal, amíg én ott lent tekerem a krovába. Persze, köszi! Ezt így megakasztom. Nézd, jön onnan föl a sárga fény. A pokol tüze van ott lent. Ez a része megvan. Ez egy csavar, aminek ugye fölülről is kéne rá egy kulcs. Na most a krova a pici fejjel nem fér rá, úgyhogy kellett ilyen hosszabbító. Jó. Az új lámpa búra! Nem tekerem a teljesen, mert nézd, már nyakamba esni az egyik oldala a vonóhorognak. Itt se fognál semmi, az alját se fogja semmi. Én nem akarok balhét. Pont akartam mondani, hogy most jön az igazság pillanata, de rászakítottam a kipufogóra. Ez veszélyes. Csak a kábel fogja, de azt elcsípjük. Na, most tessék megnézni, hogy milyen gyönyörű hátulja lett az autónak. Vonóhorog, off, rendszám, on, very nice, ahogy a svéd mondaná, ha jól beszél angolul. Alátéteket meg anyákat begyűjtjük. Jók lesznek még, kedves elvtársak. Ladára való, kitűnő állapotú vonóhorog. Ingyen elvihető. Maximum mondjuk kérek érte egy, ha van a 70-es évek elejéhez narancssárga, ilyen kezelési útmutató, azt elfogadom. Beszámítás nincsen, a kezelési útmutatón kívül csere nem érdekel semmire, nincs szükségem szarvasmarhára, nem kell hízó, sertés, kakas, háziállat, vasorrubába, semmi. Az oldalindexek cseréjével annyira nem siettem, mert azt hittem, annyira nem rossz a helyzet, de ha megnézed egymás mellett a kettőt, az. Kézzel is lejön, nincs ám meghúzva. Nem vagyok elájulva. Nem tudom, nem tetszik. A színe is szerintem sokkal sötétebb, mint ennek. És a régi,
Az összes stimmelt, pedig ez már új. De a régi az összes stimmelt ezzel, nézd meg. Meg ez olyan ormótlanul kiáll, olyan nem szép. Másiknak nézd meg, van egy szép íve. Ez meg ilyen kockafó. Á? Nem. A belét meghagyom, új izzó, meg új foglalat, de én kipolírozom és visszateszem ezt. Jobban tetszik. Én elismerem, hogyha hibázok vagy tévedek. Most tévedtem. Ebből az utángyártott nem jobb. A gyári sokkal jobb. Mennyire szebb már ott a formája? Most, hogy újra visszakaptuk az áramot, folytatódhat a projekt, leszettem róla a lehajtható bigyót. Az üvegfelfogatás úgy volt megoldva, hogy ilyen szegecselt kis fém tartó lemezek fogták be ebbe a házba. Lehet, hogy én csak simán ragasztani fogom. Nézd már meg! Itt az első forma. Ahogy a gengszteres meg a mafiózós filmekben mondanák, összeérnek a szálak. Már csak egy nagyon pici van, és lehet kipattintani a helyéről a kivágott formát. Kitörögetni nem akarom, mert akkor biztos, hogy csúnya lesz a sarka vagy a széle, úgyhogy pici fordulaton kicsit tovább vágom, és akkor szépen lassan elengedi magát a sarok. Még egy-két helyen, ahol ilyen sorja van, de ez is majd leleszke, és megvan. Ehhez a gépecskéhez létezik ilyen csiszoló korong is, de szerintem itt a sorják leszedéséhez nincs rá nagy szükség, bőven elég ide a dörzspapír is. Munkavédelmi szemüveg helyett milyen menő lett volna egy... Hú, basz, oszta. Ez olyan poros, hogy semmit nem látok benne. Kicsit menő lett. Természetesen a puding próbálja mindig az evés, úgyhogy illesszük bele a... Fú, hallom. Tényleg nem látok ebbe semmi. Illesszük bele a helyére. Ó, figyeled! Nagyon originál! Ismertem régen egy karosszéria alakatos, aki borzasztó szarul dolgozott, és mindig ezt mondta, csak ne tudnék ennyire. Most, hogy az üvegtéma készen van, ideje arról is beszélni, hogyan lesz a szabad jelzőnek szép és megfelelően hasonlító háza. Volt ugye az az ötletem, hogy majd én ezt lehajlítom fémből, vagy kifaragom fából, de ti ezt nem meg... Igen, ti... És erről majd mindjárt beszélünk még tovább. Ti ezt nem engedtétek, ugyanis nektek, vagy hát egy társatoknak köszönhetően lett egy profi, tökéletesen hasonlító megoldásom, ami egyébként a saját megvalósításomban biztos, hogy nem lett volna ennyire szép. Arról szeretnék egy picit beszélni, hogy mennyivel, nem is az, hogy mennyivel jobb arcok, de amióta ezt a Zsiguli projektet csinálom, minden héten nem egy, hanem 3-4 olyan megkeresés vagy üzenet érkezik, ami segítséget kínál. Az is lehet, hogy azért, mert a Knight Rider autó építése régebben volt. Mercis téma, amikor elkezdtem, még nem volt ekkora a csatorna. Most ekkora, viszonylag. Sem az amerikai autónál, sem a Merci szerelésnél nem volt ennyi pozitív visszajelzésem. Nem kaptam ennyi visszacsatolást arról, hogy ebben a buliban rengeteg rendes ember van. Olyan ajánlatokat kapok, és nagyon szépen köszönöm nyilván mindenkinek. Ingyen hátsó fékpufa szett egy teljesen új a Zsigulihoz. Küldjem el a rossz, legrosszabb disztárcsámét, és ő elküldi nekem a saját autójáról a legjobbat. Arra akarok csak kiukadni, hogy ebben a Lada és Zsiguli építős szegmensben tényleg ennyire jó fejek vannak? Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, aki megkeresett és szeretne felajánlani vagy ajándékba adni valamit. Nem fogok tudni mindent elfogadni, nem is szeretnék. De ugyanígy, hogy visszakanyarodjunk a szabadjelző témához, jelentkezett nálam Bence. Látta a Zsigulis videót, látta, hogy küzdök ezzel a taxi témával. Írta, hogy ő a csatornát támogatandó, szeretne segíteni nekem ebben, miszerint 3D nyomtatással megcsinálja ezt a szabad jelzőt. Szia! Bérbeadás lenni, szia! Jaj.
Miért nem akarsz benne? Fész, hogy benne vagy a videóban? Nem, te, aki segítettél nekem? Amire elmentem hozzá, már pörgött a monitoron a 3D-s modellje a cuccnak, úgyhogy élőben semmit nem látott bele, csak pár fotót küldtem. Bence, nagyon szépen köszönöm a segítséget. Örök hálám érte. Köszönöm. Köszi. Szia. Szia. Kész lett a szabadjelzőm, le kell még festeni, de egy az egyben ugyanaz, mint a gyári volt. A talpat úgy csinálta meg, hogy semmilyen minta nem volt. Küldtem 3 fényképet, és ő leméretezte, kiszerkesztette a talpát, benne a kábeleknek a helyével, a furatoknak a helyével, amiben a csavarokat figyelj, nekem ez még mindig annyira kínai, annyira új, hogy teljesen el vagyok ájulva, hogy ilyet egyáltalán lehet. Az autó tetején vagyunk, kezemben a főtaxi által 70-es-80-as években használt eredeti szabadjelző. És itt van az, amit Bence nyomtatott, gyakorlatilag a semmiből. I am a warrior, I fight till the end. Figyelj, én elhiszem, hogy retro csávó vagyok, meg minden, de ez hihetetlen. Hát ez ugyanaz, mindene, az ívek, a formák. Köszöntelek a 21. században, mi? Mára ennyi elvtársak, jövő héten kész vannak a taximatricák. Tudom, és egy csomóan el is küldtétek, hogy vannak a piacon megvásárolható főtaxis matricák, de én egész sokat dolgoztam annak idején a reklám kivitelezésben, a kapcsolataim megmaradtak, így nem volt probléma szerezni mágnesfóliát, rá a nyomtatást megoldani, így ez is meg lesz oldva, mondhatni házon belül, harmadannyiból. Szeretnék még próbaútra is menni. Amihez azonban előtte még itt a motortérben is ki kell cserélni néhány dolgot. Van ez a csúnya cső, kapni fog helyette újat, levegőszűrő, jön 4 darab laza pipa. Bocsánat, nem pipa, hanem gyújtókábel szett, aminek a végén van a pipa. A gyertyapipa. Színész lesz a kocsim, a következő témánk ez lesz, majd megmondom, milyen szerepeket fog játszani. Találkozunk egy hét múlva.